Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című hírháttérműsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, amikor legutóbb beszélgettünk a földadóról, akkor még nem lehetett tudni, hogy a közlönyben az is megjelenik, hogy visszamenőleges hatállyal vissza kell fizetni az idén beszedett földadót. Milyen következményekkel jár ez Hódmezővásárhelyen? Hát ez is maga az eljárás, ott általában jogállamokban visszamenőleges hatályú jogalkotás az egyébként is szinte kizárólagos, de nálunk adó esetben, hogyha az adózónak pozitív, akkor erre van jogi lehetőség, ami rendkívül szokatlan, itt a fejetlenséget mutatja a kormányon belül, hogy hoztak egy törvényt arról, hogy szeptember 1-én szűnik meg. És egy rendeletet. És egy annál alacsonyabb szintű jogszabályt, ami nem írhatná a törvényt felül, háborúra hivatkozva, miközben van a földadónak a háborúhoz, azt mondják, hogy bár jár, hiszen a törvény szerint szeptember 1-ig a földadót meg kell fizetni a lakosnak, de mi ennek ellenére nem szedhetjük be, ő neki nem kötelező befizetni, sőt, amit befizetett már, azt mi fizessük vissza. Úgy, hogy ez az adó hivatalosan a miénk, de vissza kell adjuk nekik, és akkor tartozni fog. Szóval itt a fejetlenség elsősorban. Azt el kell mondani, hogy Hódmezővásárhely a 135 fideszes település, ahol kivetették az 2015-ben a Fidesz által bevezetett földadót, amit Lázár János javasolt Hódmezővásárhelyen bevezetni 2016-ban. Tehát egy szintiszta fideszes földadó, amit mi itt bevezettünk, 135 másik településre bevetették, és ott bajban vannak. Mi azért nem vagyunk bajban, mert Hódmezővásárhelyen mi 100%-ban ezt a pénzt a szegények között akartuk szétosztani. A probléma az például a szegény sorsú vásárhelyi nyugdíjasoké. Nagyságrendileg 10-20 ezer forintot buktak a vásárhelyi nyugdíjasok fejenként azzal, hogy most Lázár János trómandainak vissza kell adni a pénzt, vagy náluk kell hagyni ezt a pénzt. Én nem is titkolom, hogy szerintem van összefüggés. Tehát szerintem éppen ez az utólagos belenyúlás és bányászkodás, ez megint csak Hódmezővásárhely ellehetetlenítését szolgálja, de még egyszer mondom, nem bennünket, hanem a vásárhelyi segélyezni szándékolt nyugdíjasok fognak ennyivel kevesebb pénzt adni, majd pénzt kapni majd decemberben. Technikailag milyen lépések következnek? Tehát az önkormányzatnak kell egy olyan döntést hozni, hogy visszavonja a földadóról szóló helyi rendeletét, aztán arról is intézkedni kell, hogy visszafizessék. Csak lesz egy ellenmondás, mert a törvény alapján mi a rendeletünket szeptember 1-jel fogjuk visszavonni, a törvény ezt írja elő, de ez a rendelet ez azt mondja, hogy annak ellenére, hogy szeptember 1-ig nekünk járna ez a földadó, mi már január 1-től visszamenőlegesen fizessük ezt vissza. Visszafizetik? Így természetesen. Mi betartjuk ezeket a rendeleteket, csak ezek önellentmondásban vannak, egymással vannak ellentmondásban, és még egyszer mondom, mi rezsitámogatásra már fizettünk, és mi nem fogjuk visszakérni a támogatott emberektől, akinek a Fidesz által megelmelt rezsiköltségeit mi megfizetjük. Már megfizettük, kifizettük egyébként, mint egy 30 vásárhelyi rászoruló embernek, és nem fogjuk, hogy mondjam, ettől mi decemberben fogunk fizetni, csak ennyivel kevesebb pénzünk lesz rá, tehát még egyszer mondom, mi lehet, hogy 15 ezeret fogunk tudni kifizetni, ugye eddig 10-et fizettünk minden decemberben, most abból akartuk emelni, ami a földadóból bejön, 10-20 ezer forint nagyságrendileg ennyit veszít minden egyes támogatott nyugdíjas ezzel a kormány, Fidesz kormány lépéssel. Erre a beszélgetésre Budapestről, Mexikó-Budapesti Nagykövetségéről érkezett. Elég gyakran vesz részt mostanában nagykövetségek fogadásain. Mi a hozadéka ezeknek a fogadásoknak? Kikkel találkozik ott? Hát van egy nagyon jó kapcsolatrendszer természetesen az Európai Unió és a nyugati szövetségeseink diplomatáival. Van több diplomatával találkozik ilyenkor az ember, tehát akár a Balkánról például, nem Európai Uniós tagállamokkal is, vagy éppenséggel távol-keletről is néha találkozok egy-egy nagykövettel ezeken a fogadásokon. Azonban leginkább például az a haszna Hódmezővásárhelynek ebből, hogy az Európai Uniós nagykövetek is értetlenségüket fejezték ki, hogy lehet, hogy Hódmezővásárhely egyetlen megyegú városként Lázár János jelentése nyomán, illetve azt alátámasztva nem kapott egy filler rezsitámogatást se. Az összes többi város kapott, mi nem kaptunk, erre semmilyen más indok nincs. Pontosabban először volt az, hogy nem kapott rezsitámogatást, és utána Lázár János ezt gyakorlatilag megerősítette. Na, így van, és ez teljesen elfogadhatatlan, hiszen ha Magyarország szeretne az Európai Unió támogatásához, forrásaihoz hozzájutni, akkor elvárható, hogy ezt demokratikus jogállami módon minden magyar állampolgár kapja meg, azokon a településeken is, ahol a Fidesz nem tud lopni. Tehát, hogy ez nem lehet alap, hogy ahol ők tudnak lopni, ott megkapják, meg ahol szimpatikus ellenzéki van, megkapják, ahol nem szimpatikus ellenzéki van, nem kapja meg. Na, tehát, hogy ilyen már Lázár Jánosnak nem szimpatikus vásárhely jelenlegi vezetése, tehát ilyen nincs. Jó, egyébként Lázár Jánost biztos örömmel tölti el az a hír, hogy a titkosszolgálatok és a NAI, valamint a ÁSZ, az állami számvevőszék után most a NAV, az adóhivatal is kimondta azt, hogy minden rendben volt az MMM-nek a kampánygazdálkodásával. Ez azt gondolom, hogy Lázárnak is megnyugtató, úgyhogy remélem, hogy ezek után ő is felülvizsgálja majd ezt az antidemokratikus és jogállamot sértő kijelentését, és sürgősen gondoskodni fog arra, hogy Hódmezővásárhely is megkapja azt a sok 100 millió forintot, amivel a magyar kormány igenis tartozik a vásárhelyi adófizetőknek. Így fogalmazottam, hogy minden rendben volt, vagy pedig nem, árnyaltabban fejezték ki? A dokumentumban az van, hogy megállapítás nélkül lezárták a vizsgálatot. Ha találtak volna bármit, akkor azt írták volna le, hogy milyen problémákat találtak, tártak föl. A megállapítás nélküli lezárás az azt jelenti, hogy minden rendben van. Ezeken a fogadásokon a magyar kormány tagjaival is összefut? Igen, tehát például most, és azt válaszol ketté, tehát a mai mexikói nagykövetasszonnyal való egyeztetés az azt a célt szolgálta, hogy Hódmezővásárhelyen az itt élő latin-amerikai mexikói kis közösség szeretne egy mexikai témájú valami kis ünnepséget szervezni, és én az ő felkérésükre kerestem meg a nagykövetasszonyt, és úgy néz ki, hogy talán a mindenszentek halottak napi témakörhöz kapcsolódóan, ez Mexikóban egy nagy ünnep, akkor az itteni mexikói, latin-amerikaiak és a vásárhelyek együtt tudnak valami kis ünnepséget csinálni, a gyerekeknek is szórakoztató műsorral, gasztronómiai kóstolással és egy kulturális programmal, ismertetővel, ugye a mexikai kultúra bemutatásával. Ez konkrétan egy ilyen kulturális együttműködést szolgált. Általában ezek a protokoll meghívások, ami egy-egy nemzeti ünnephez kötődik például, remek alkalom arra, hogy például most pénteken a francia nagykövetasszonynal, miután találkoztam, az ott beszédet mondó Szolai Bogronécki Kristóf hadügyminiszter úrral egyeztettem arról, hogy mint örömhírt elmondtam neki, hogy az általuk háborúba küldött, vagy hát a kormány által háború zónába küldött vásárhelyi honvédeknek egy olyan kárpótlást szavazott meg a vásárhelyi közgyűlés, hogy aki például az életét vagy egy végtagját elveszítve 100% rokkantságot szenved ebbe a háborús kiküldetésbe, fegyveres konfliktusban, azoknak mi akár 2 millió forint támogatást is adunk, az egyéb sebesülteknek fél millió forint támogatást adunk. Arról szerettem volna egyeztetni, hogy hogyan tudjuk ezeknek a katonáknak elismerni a hűségüket és a helytállásukat, ha már a kormány nem feltétlenül tette ezt meg, és nem állt ki nyilvánosan mellettük, mi ezt vásárhelyen meg szeretnénk tenni. Úgyhogy erről egyeztettem például a hadügyminiszter úrral. Arról beszéltek-e, hogy milyen a helyőrség és az önkormányzat kapcsolata? Erről vele nem, egy altábornagy úr, amikor volt itt egy katonazenekari fesztivál néhány héttel ezelőtt, ő vele beszéltem, ő akkor megígérte, hogy természetesen ő azon lesz, hogy a vásárhelyi katonazenekar, illetve a helyőrségnek a hogy mondjam, 10%-a az újra részt vehessen a vásárhelyi nemzeti ünnepeinken. Sajnos azt látom, hogy ezzel nem jártunk sikerrel. Én őszintén szóval itt is Lázár Jánosnak a kezét sejtem a dologban. Amióta újra miniszter lett, azóta az addig kiváló együttműködésből sajnos most a katonák hiányoznak. Minden évben megtartottuk politikai színezettől függetlenül a Nándorfehérvári csatának az évfordulóját, hiszen ez a magyar honvédségnek az ünnepe, és idén el fog maradni, mert nem kaptak engedélyt arra, hogy részt vehessenek ezen az ünnepségen. Az elmúlt szűk egy évben már egyetlen ilyen ünnepségünkre sem jöttek el, sem a katonazenekar, sem az zászló felhúzásra, és a többi. Végtelen aljas pitiáner és saját szülővárosa elleni cselekedetnek tartom azt Lázár János részéről, hogy ő nem támogatja azt, hogy a vásárhelyi honvédek részt vehessenek a mi város ünnepségeinken. Biztos, hogy ő van-e mögött? Persze, még egyszer mondom, elmondta ő maga nyilvánosan, hogy ő semmiféle együttműködést nem tart jónak a kormány és a városvezetés között, amíg én vagyok a polgármester. Én megértem, tehát biztos, hogy amíg az ő borosládáit farigcsálták a várospénzén, meg az ő borait szállították, meg a kastélyutat el lehetett lopni, addig biztosan jobban érezte magát Lázár úr, de mi a város érdekeit képviseljük, akkor is, ha az Lázár Jánosnak nem tetszik. A Mártélyi polgármester a HTKT-vel kapcsolatban egy olyan sajtónyilatkozatot tett, ami hát némi ellentmondást lehet benne talán felfedezni, hogy bizonytalanba ugranánk bele, ha kilépnénk a társulásból, és közben úgy tudjuk, hogy a Mártélyi Gondozási Központ például saját kezelésben van, tehát nem is a kistérségi társuláson keresztül látják el ezt a feladatot. Azt gondolom, hogy emögött is Lázár Jánost kell sejtenünk. Nem tudom elképzelni ugyanis, hogy a 3 fideszes polgármester abban a 4 település társulásában, ahol mi vagyunk egyedül, nem Lázár Jánostól direkten utasításokat kapó önkormányzat. Szóval én azt látom, hogy nyilvánvalóan itt is egy politikai támadásról van szó, hiszen a fideszes polgármesterek most azt a saját döntésüket akarják felelőtlennek minősíteni és elítélni, az ő saját döntésüket, amit tavaly ők hoztak meg. Hiszen mi, amikor jeleztük, hogy mi nem szeretnénk tovább finanszírozni azt a sok 10 millió forintot, amit a Fidesz egyébként még a vásárhelyi közgyűlésben is javasolt, hogy a vásárhelyek fizessék igenis Márténak a tartozásait, meg támogassuk a Mincentet 10 millió forintokkal, és ne a vásárhelyi utcákra költjük például, Mi ezt nem támogattuk, azt gondolom, hogy ez felelőtlenség lett volna. De ugyanígy ők akkor, amikor mi azt mondtuk tavaly, hogy emiatt mi kilépünk ebből a társulásból, akkor a fideszes polgármestereknek volt a javaslat, a Szél Istváné konkrétan, hogy ne Vásárhely lépjen ki, hanem közösen, mindannyian egyetértve szüntessük meg ezt a társulást. Ha Szél István 2022-ben maga javasolta és kezdeményezte, és az ő javaslatára egy olyan döntést hozott a kistérségi társulás egyöntetűen, 100% egységben, hogy megszüntetjük idén évvégével a kistérségi társulást, ők most azt hazudják, hogy ez egy felelőtlen lépés. Nem tudom, biztos az, hogy Lázár János meggondolta magát. Nem tudom, hogy tavaly miért akarta megszüntetni, amikor mi ki akartunk lépni. Ő javasolta, vagy ők javasolták, Szél István javasolta. Most azt mondják, hogy ez súlyos felelőtlenség. Hát döntsék el egyrészt. Másrészt Hódmezővásárhely továbbra se lesz hajlandó finanszírozni más települések veszteségét. Ha ott korrupt módon gazdálkodnak, ha ott felelőtlenek, az legyen az ő problémájuk, majd őket a kormány biztos kisegíti. Mi Vásárhelyt akarjuk szabadon fejleszteni, és ebben nem fér bele az, hogy ez a kistérségi társulást tovább tűrjük. Egyébként ezt a közös döntést, ezt a tisztelt polgármesterek nem változtatták még meg. Ma is érvényes a döntésünk, és tudomásom szerint nem is tudják megváltoztatni, hiszen az teljes egyhangúsággal hoztuk. 4 polgármester tavaly megszavazta azt, hogy megszűnik a kistérségi társulás. Szél István javaslatára. Ez a döntés ma is érvényes. Tehát mondom, nem, semmiféle felelőtlenség nincs, meggondolták magukat. Biztosan politikai célokra szeretnék használni továbbra is az ott dolgozó szerencsétlen kollégáinkat, és amellett, hogy szerintem nem becsülték meg ők előre a munkavállalókat, mi a politikai nyomás alatt is szeretnénk őket végre felszabadítani. Ha már munkavállalók, akkor a kormánypárti oldal kommunikációjában rendszeresen visszatérő elem, hogy veszélybe kerül a kapcsolatközpont, illetve a kistérségi társulás munkavállalóinak sorsa. Én biztos vagyok benne, hogy ilyen nincs. Még egyszer mi garantáljuk, Hódmezővásárhely, hogy a vásárhelyi intézmények, amiket annak idején bevittünk ebbe a társulásba. Egyébként évek óta nincs megállapodás például a vásárhelyi ingatlanok használatáról, tehát azt is egyelőre megállapodás nélkül használja a kistérségi társulás. De hogy ez a döntés annak idején, amikor Szél István javasolta a megszüntetést, nyilvánvalóan egy jól átgondolt lépés volt. Szél István azért javasolta megszüntetni a társulást, mert úgy gondolja, hogy ez a felelős döntés. Most meggondolta magát, én azt gondolom, hogy neki tavaly volt igaza. Folytassuk kistérség után vásárhelyi témákkal. A Kossuth téri pavilon sorsa célegyenes befordulás. Hívjuk kávézónak, vagy tehát azért, hogy ne keverjük össze más építményekkel, megkapta az összes engedélyét, sok-sok éve küzdünk tervezéssel, műemléki, környezetben való módosításokkal, engedélyeztetéssel, építési engedéllyel, ezek mind-mind alapvetően ugye a kormányhivatalnál vannak, és láthatóan nagyon sokáig sikerült elhúzni ezt a dolgot. Most megvannak az engedélyek, úgyhogy a közbeszerzés kiírásra kerül, a jelenlegi tényleg borzasztóan ronda épület elbontásával. Ezen a helyen egy olyan épület lesz, amit utána majd megpályáztatunk, és reméljük, hogy ahogy a gazdaság fellendül és utolérjük Ausztriát, akkor nyilvánvalóan óriási kereslet lesz majd erre a pavilonra a Vásárhely főterén. Hál' Istennek a turizmus minden mutató szerint Vásárhelyen jól alakul, az idei nyáron a strandunk óriási bevételeket produkál, és nagyon népszerű, nagyon-nagyon szeretik a vendégek, és a kemping is egyre kihasználtabb, egyre többen jönnek. Az úszó válogatottak egymásnak adják a kilincset. A fürdőigazgató úrnál most már nem csak a holland, hanem a belga csapat is itt volt. Hódmezővásárhelyen edzett a magyar válogatott, a fukuokai vizes világbajnokságra, úszó világbajnokságra. Valamiért ők ezt találták a legjobb úszodának erre a célra az egész országban. Lázár János úgy gondolta, hogy ennek az úszodának mégsem jár támogatás. Nagyon fölháborít. Kisebb munkák folynak a városban, például a Kerámia Központnál azt hiszem 2 millió forintos munkát végeztek el. Hát én itt felírtam néhányat magamnak, szívesen beszámolok ezekről. A Kerámia Központ már elkészült, tehát amit ott felajánlottunk, Panna Hamizsuzsa művésznőnek, és komfortosabbá tesszük az ő munkakörülményeiket. Az egyrészt egy hátsó épületnek a tető szigetelése, javítása, másrészt az udvarnak a megszépítése és gondozása, úgyhogy ezek úgy tudom, mindegyik el is készült. Ezen kívül a játszóház felújításunk is töretlen halad, hogyha Báncsóban nem akadályozza, joga nincsen hozzá, úgyhogy reméljük, hogy nem fogja ezt tenni. Reméljük, hogy megengedi majd a munkásoknak, hogy használják a mellékhelyiséget, és nem kell nekik mobil vécét odavinni, borzasztó ötlet volt, úgy gondolom. Benkő Zsolt reméljük, hogy nem fogja leszaggatni majd a por ellen a épületet védő nájlonborítást. Tehát, hogyha nem akadályozzák, akkor egy nagyon szép játszóház épül, és a 2-10 éves közötti gyermekeknek fedett hely lesz, fűtött hely, esőbe, szélben, hóban, hidegben is alkalmas játszótere lesz a vásárhelyi kisgyermekes családoknak. Ezen kívül most az útépítések indulnak el, végre, itt nagyon komoly csúszásban volt a vállalkozó. Nyilván a ködbér miatt a város ezzel spórol, a vállalatnak van rossz a feltétele, de most úgy néz ki, hogy a holnapi nappal már a Futó Mihály utca, illetve utána a Nap utca meg fog újulni, új aszfaltburkolatot kap, ez még a héten elkészül, és utána a másik 4 utcának a burkolatát fogjuk megújítani. Gyors egymás utánban a Bordás utca, ami az egyik fő közlekedési ütőér új Kisomokon, annak a közbeszerzése már ki van írva hamarosan, egy hét múlva talán lesznek eredményeink is, és akkor reméljük, hogy az is el tud indulni. A Bordás utcánál mondták azt, hogy a megnövekedett helyi adóbevételek teszik lehetővé annak a rendbetételét. Igen, igen, de hát ez ettől függetlenül a városnak a megfelelő biztos anyagi helyzete az nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy mi a kormánnyal ellentétben nem kell leállítsuk a fejlesztéseket, folyamatosan zajlanak a város fejlesztései. Így például nagyon örülünk annak, hogy bár terhelés szempontjából sokkal rosszabb a talaj az úgynevezett szennyvíztelep melletti elkerülő út, vagy Tótmalom utca, ugye, ami a laktanyakörforgalmát majd az Újváros Susán irányába a Síp utcával köti össze, tehát sokkal rosszabb feltételek mellett is majd egy cementes stabilizációt kap, és ezzel mégiscsak megépül számunkra többet költség nélkül, és ez fontos. Egy nagyon tapasztalt nagy nemzetközi cég, a Kolasz fogja építeni ezt az út hiányzó útszakaszt. Utána majd folytatjuk a következő években, kiszélesítve a többi részt, kerékpárutat építve mellé és közvilágítást, de most a hiányzó útszakasz fog elsőként megépülni. Ez a munka folyamatban van. A hétvégén átadták a kutyafutatót, amiről olyan sokat beszéltünk. Igen. Hát ez is nagyon kedves, ott 2 kutyás csapat is tartott bemutatót, nagyon hálásak vagyunk nekik, és azt gondolom, hogy tényleg ott is a kutyáknak alkalmas játszóterep van, vízvételi lehetőség, árnyas rész, napos rész egyaránt. Én azt szeretném, hogyha minél többen élveznék ezt a területet, és nagyon hálás vagyok azoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek és önkénteseknek, akik hozzájárultak ehhez, az önkormányzat is természetesen hozzájárult. A kutyafuttató is egy ilyen nagyon szép projekt, ami elkészült. Kossuth téren a sarokház előtti rész és az ótemplom körüli rész felújítása, a ótemplom körüli védőfalnak a megújítása is elindult most már, le van zárva ez a terület. Egy 10 hónapos időszakra kell megbarátkozzanak ezzel a vásárhelyek, utána szépen meg fog újulni, és ahogy sok más terület, Hősök Tere, annak is az első része már hamarosan átadásra kerül, elkészült, működő szökőkút van ott, vagy éppen a Rottai sétányt említhetném, mint ami szintén ilyen csodálatos szépen megújult, úgyhogy szépen, vagy a Szent Antal utca, bocsánat, ugye annak is nagyon örülünk, hogy ez egy színes hősziget ellen fás, zöldített terület lesz, ugye jövőben ezt szeretnénk vásárhelyen látni, ilyen fenntartható, színes, változatos, szép építészeti örökségünket megőrző felületeket, Bakai kút környéke például. Tehát ezeket mind most sikerült megújítani. Egy kis csúszást már most tudok mondani, a Városházának a megújítását a kivitelező jelezte, hogy többletköltségeket nem akarja áthárítani ránk, hál' Istennek, én nagyon hálás vagyok Kenti Imrének, viszont amiatt, hogy nem 10%, hanem 50% fölötti a vakolat megújítási igény, emiatt a kivitelezés ezt tovább fog tartani, most úgy tűnik, hogy év végéig fogják tudni befejezni. Nagyon reméljük, még egyszer a vásárhelyeknek köszönjük a türelmet, muszáj megújítani ezeket az épületeket, komoly életveszélyben volt mindenki, aki Városházára ment be az elmúlt években, évtizedekben. Ha rögtön a kutyafuttató után kérdezhettem volna a következő témát, hozhattam volna szóba, akkor azt mondanám, hogy kutyameleg van mostanában. A kánikula ellen mit tud tenni a város? Hát és tessék elképzelni azokat, akik a kátyúzáson dolgoznak, hogy nekik még melegebb van, de ezzel együtt a lakosoknak azt tudom ajánlani, hogy a városnak a strandját használják leginkább, és vigasztalódjanak, mert más városokhoz képest nem csak nagyon sok szökőkutunk van, hanem ez a korábbi vezetés alapján idején ezek általában nem működtek. A Bakai kútba be se volt kötve a víz. Most idén rákérdeztünk, és most kapcsolták vissza a Bakai kutat, amit tavaly térre elzártak. Úgyhogy itt a kollégáinkra kellett rászólni, hogy ideje lenne bekapcsolni a kánikula idejére. A város 10 szökőkutya működik, amik nem működnek, de javítás alatt vannak, ugye ezek a csobogók. A Ginkó előtt és a Rabcsák-Sétáló utcán lévő csobogók, amiket ugye részben javítottunk már, és vízforgatósá tettünk egy helyen, hogy ne ivóvízzel, vezetékes ivóvizet használva működjenek. Ezeket újra működésbe vonjuk, ott kollégáimnak a problémája megfelelő vállalkozó megtalálása volt, úgy látszik, de folyamatban van. Működik a Kávin-téri kút, ami korábban sokáig nem működött, Bakai kút, Hősök terének a krokodilhátas kútja, Népkertben a Libáslánykút, a Feketesas előtt a Korsoslánykút, az Oroszlános kútnak a 3 kifolyójából 2 működik, Halacskás kút működik, mind a 2 utóbbinál sajnos némi vandalizmus problémájával kell megküzdjünk, nevezetesen a Halacskás kútnak a szájába is dúdosnak rossz gyerekek, rossz felnőttek, nem tudom, akadályokat, és ezzel próbálják el tömíteni, el lehetetleníteni. Az Oroszlános kútnál is különböző hulladék, gumidarabok, stb. A behelyezése miatt sajnos a 3 kagylóból az egyik kádból az egyik nem működik. Azt komolyabb javítás elé tesszük. Mindenkit arra kérek, hogy ne tegyék tönkre a város az ő pénzükből megalkotott csodálatos kutyainkat, a Mártélyi tanösvényt, a sütögetőket, jön napból is új több majd, meg játszóelemek is jönnek, ne tegyék tönkre, ne viselkedjenek, ne gondoskodjanak, és természetesen továbbra is él az a rendelet, egyre több kamerát is rakunk ki természetesen, ezért tudtuk például, és egy örömhír is, hadd térjek ki erre a biztonság tekintetében, hogy a strandon ugyan előfordultak lopások és szekrényfeltörések, de mindegyiknek meg lett a tettese. Rendőrséggel együttműködve, a kameráink segítségével mindegyik be van azonosítva. Tehát itt is azt kérem egyrészt, hogy ne rongáljanak semmit, kutakat se, tanösvényt se, sütögetőket se. Másrészt, hogyha valaki tud segíteni az elkövetők kézrekerítésében, akkor jutalmat is tudunk ezért adni. A városnak rendelete van arra, hogyha a városi vagyont megvédő szabálytlanságokat, vandalizmust bejelentő emberek vannak, azoknak mi adunk jutalmat is. Úgyhogy ezt fölhívom mindenkinek a figyelmét erre. Többé, de Fórum ABC előtt, vagy az Összömiszom előtt is működnek a kutak. Soha ennyi működő szép kútja nem volt még vásárhelynek, és azt gondolom, a legtöbb városban nincs ilyen sok szép kút. A Kultúrtér programsorozat ezen a hétvégén milyen eseményekkel folytatódik? Hát a gyerekek számára talán a Madagaszkár 3 ingyenes vetítés a Kossuth téren, az lesz a nagy szám. Este a 5 Karinti és én című Bornai Tibor és egy ifjabb karinti leszármazottnak a közös produkcióját nézhetik meg a kultúrára vágyakozók. Én azt gondolom, hogy Bornai Tibor nevét nem kell bemutatni sokaknak, ugye Kft-től kezdve több alakzatban maga is szerepelt. És a 2 között fogjuk egy tájékoztató keretében ismertetni a vásárhelyekkel az augusztus 20-i Szent István Napok, ami most 10 napos programsorozat, tehát a teljes 10 napos Szent István Napoknak a programját, úgyhogy szombat este hallgassák meg, hogy az augusztusi program kínálatunk pontosan mi lesz. És jöjjenek el a Kossuth térre, élvezzék, mondom, akár egy fröccs keretében, akár egy üdítő mellett, vagy egy pogácsa mellett a csodálatos kulturális lehetőségeinket. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban, nézőinknek a figyelmet, köszönjük, viszontlátásra!